Nyugalom és madárcsicsergés. Ez fogadja az embert a Szekszárdi Balassa János kórház parkjában, ahol most már egy mentálhigiénés tanösvény is várja azokat, akik kíváncsiak arra, hogy lelkileg mennyire egészségesek. Az egészségfejlesztési iroda munkatársai által létrehozott tanösvény célja a betegségek megelőzése, mondta Németh Csaba, a kórház igazgatója, a tanösvény átadóján. Ebben az egészségmegőrzésben tudunk a hozzánk betérő nem csak betegeknek, hanem az őket látogató még egészségeseknek, de egyébként mindenkinek, aki a egészségért tenni óhajt itt a kórház területén segíteni. A tanösvény többféle témával foglalkozik, többek között az alkoholfogyasztás problémájával, mivel a pszichiáterek tapasztalata szerint egyre több fiatalt és egyre több nőt érint az alkoholizmus, mondta vendég Magdolna, pszichiáter, a tanösvény egyik ötletgazdája. Kérdői formájában az egyik oldalon ki felmérheti, hogy az a mennyiségű alkoholfogyasztás, ami az ő életében szokásos, jelente problémát vagy sem, ha igen, hova fordulhat segítségért. A tanösvény állomásain az alkohol problémákon túl a dohányzással, a droggal, a depresszióval, a szorongással, a lelki megküzdő képességgel és az érzelmi intelligenciával kapcsolatos önismereti kérdőíveket lehet kitölteni és elgondolkozni a válaszokon. Az egészségfejlesztési iroda létrehozására és programjaira a Szekszárdi Kórház 80 millió forintot nyert egy Európai Uniós pályázaton, ennek egy nagyon fontos állomása a most átadott mentálhigiénés tanösvény.